Sziasztok! Ezt a videót azért készítem el, mert szeretnék beszélni arról, hogy mi történt az elmúlt 3 évben, hol voltam, hogy most itt vagyok, és mi várható a jövőben. A videó alatt a háttérben teljesen random Albion Online videó fog menni, amit én vettem föl, erre majd később vissza fogok térni. 3 évvel ezelőtt, 2019. januárjában azt hiszem, egyszer csak eltűntem a platformról az utolsó videóm után. Mi volt az indok arra, hogy egyszer csak így, miközben növekedett folyamatosan a csatornám, én úgy döntöttem, hogy bye bye, hello, sziasztok, nem jövök vissza. Most elkezdhetnék magyarázkodni, hogy jaj, mennyi minden történt, jaj, nem volt időm, jaj, mások voltak a prioritások. De az igazság az, hogy azok a videók, amiket akkor csináltam, elképesztő mennyiségű időt és energiát égettek el. Rengeteg munka volt mindegyik videóba, és nagyon ineffektív volt az, ahogy én ezeket a videókat elkészítettem. Tehát a régi videóim úgy néztek ki, hogy megírtam egy forgatókönyvet szóról szóra, amit körülbelül 3-4-szer újraírtam minden egyes videóhoz, és rengeteg idő volt, mire kiavítgattam, és összeszerkesztettem olyannál, hogy egy épkézláb szöveg kijöjjön belőle, lehetőleg a legkevesebb szó ismétléssel, és utána azt szépen 2-3 mondatonként felolvastam, úgyhogy tökéletes legyen a nyelvtan, tökéletes legyen a hangsúlyozás, tökéletes legyen minden, és miután ezeket felvettem, utána összevágtam ezt a nagyon sok kicsi hangfelvételt, és nagyon-nagyon-nagyon sok idő ment el arra, hogy rengeteg effektet raktam bele a videókba. Sajnos mire kész lettem velük, nem az volt az élményem, hogy jaj, de jó, kész van az új videó, de izgatott vagyok, töltsük fel YouTube-ra, lássuk meg, mi lesz belőle, hanem az utolsó egy-két percre, ezért is voltak ilyen rövid, ilyen általában 5 perces videóim, mert az utolsó egy-két percre már így vérben forogtak a szemeim, hogy még 2 percet meg kell szerkeszteni, úristen, csak legyen már vége, csak rakjam már ki, csak hagyjuk már abba. Egyáltalán nem élveztem, mire készen lettem a videóval, egyszerűen leterhelt és lefárasztott és teljesen kimerített. Mire végeztem velük? Mivel ráadásul én olyan vagyok, hogy ha leülök és meg akarok csinálni egy videót, akkor az tök mindegy, hogy 3 óra, 4, 5, 6, 7, 8 óra alatt csinálom meg, én azt általában szeretem egy nap alatt egy ültőhelyben megcsinálni. Mivel, hogyha azt mondom, hogy jó, akkor ma ennyit szerkesztettem a videót, lefekszek és másnap felkelek, akkor már sokkal demotiváltabb vagyok és sokkal kevesebb kedvem van újra belevágni egy ilyen videóba. Úgyhogy leginkább ezért, mivel nem igazán élveztem, és nagyon sok időt és energiát égetett el nekem ez a videózás, ezért nagyon hátra került a prioritásokban az életemben lévő sok más minden dolog után. És én most jutottam el arra a pontra, hogy megváltoztattam a videókészítési formulámat. Míg eddig előre megírt forgatókönyv alapján felolvasva, nagyon minden 5 másodperc, 3 másodpercre valami külön képet bevágva, és akkor fade-in effect, fade-out effect, berepül valami objektum a képernyőre, kirepül egy objektum a képernyőbe, nagyon monoton is volt ez a videó szerkesztési technika. Most jutottam el odáig, hogy most megvan a fejembe az, hogy miről szeretnék beszélni, leülök a gép elé, és megnyomom a record gombot, és csak beszélek. Az előző videóm, a League of Legends-es videó is így készült el, biztos észrevettétek, hogy az elején sokkal lassabban beszéltem, sokkal határozatlanabbul, nagyon sok nyelvbotlás, szóismétlés, ilyen kis furaságok voltak benne, azért, mert átváltottam erre a technikára, és ezt a videót is ezzel a technikával készítem el, és ebbe is ugyanúgy benne lesznek ezek a dolgok, mert nagyon-nagyon nehéz, el nem tudjátok képzelni, mennyire nehéz, hogyha az embernek van valami a fejébe, és ezt így leül, és fel akarja venni, és el akarja mondani, hogy mennyire nehéz ezt épkézlában megfogalmazni, szóismétlésekre figyelni, hogy egy jó, kompakt tartalom kerüljön át belőle felétek. Ezzel az új technikával, meg azzal, hogy láttátok az előző videóban, hogy nem volt olyan rengeteg effektelés és rengeteg edit benne, így még régebben egy 5 perces videót olyan durván 10-12 óra alatt készítettem el, volt, hogy 20 óra alatt is, és volt, hogy képtelen voltam 2-3 nap alatt megcsinálni, amikor pedig már a végére már annyira demotivált lettem, hogy már a legtöbb videónak a végén így
meg is látszik, hogy csak így le lett csapva, hogy jó, oké, vége, ennyi volt, ennyit akartam vele foglalkozni. Most 3-4 óra alatt csináltam meg azt a videót, és 10 perces lett. És amikor végeztem azzal a videóval, nem az volt az élményem, hogy végre leesett ez a teher a vállamról, hanem tényleg örültem, hogy na, kész lett, tök jó, 10 percesre összehoztam, meg élveztem, miközben csináltam, élveztem felvenni a hangfelvételt, és valószínűleg ti is látjátok azon a videón, hogy sokkal természetesebb a beszédem, mert nem egy előre megírt szkriptet olvasok fel, hanem azt mondom el, amit éppen abban a pillanatban gondolok. Én úgy gondolom, hogy így fenntartható lesz ez a videózás, úgyhogy számíthattok arra, hogy most ezt az a terv, hogy stabilan fogom csinálni. Nagy probléma volt régen az, hogy ilyen nagyon nagy mélyekbe és nagyon nagy magasságokba voltam. Tehát volt, amikor elképesztően sok videó ötlet, csak így bam, így bepattant a fejembe, és akkor úristen, és akkor egy hét alatt megcsináltam 3 videót. És utána volt, hogy így 3-4 hónapos szünetek voltak, ami egyáltalán nem egészséges, és egyáltalán nem jó, hogy ilyen inkonzisztens volt a feltöltésem. Úgyhogy most azt találtam ki, hogy minden héten lesz egy feltöltés. És minden héten pénteken este 6 órakor, ezt az időpontot választottam meg, ki fog kerülni egy videó. És tök mindegy, hogy mi van azon a héten, megcsinálok erőre egy pár videót, és hogyha nem is érek rá azon a héten ahhoz, hogy készítsek videót, valahogy meg fogom oldani, hogy pénteken este 6-kor kikerüljön egy videó. Úgyhogy pénteken este 6-kor lehet számítani mindig videóra tőlem. Fogom használni ezt a YouTube Premiert is emlékeztetőül, hogy kapjatok értesítést arról, hogy pénteken este 6-kor Aqua Fortis videó premier. Jó. Ne gondoljátok azt, hogy én ezt itt teljesen elengedtem abba a 3 évbe, amikor nem készítettem videókat. Rengeteg, rengeteg félkész forgatókönyvem és félkész videóm van elrejtve. És mindegyik az volt, hogy elkezdtem csinálni, csináltam, és nagyon leszívott, és nagyon nem voltam vele megelégedve, és kivágtam a kukába az egészet. Például ez a Albionos videók is, amiket itt láttok, ebből egy elképesztően hosszú, 3 részes trilógiát akartam csinálni, mert rengeteget tudnék beszélni és mesélni erről a játékról, de egyszerűen akárhogy kezdtem hozzá, akárhogy fogtam hozzá, ilyen se eleje, se vége, nem voltam megelégedve a végeredménnyel, de valamikor az is terve van, hogy ezt is meg akarom csinálni, rengeteg videóötletem van. Úgyhogy ezt a rengeteg videóötletet én összegyűjtöm, és minden videó alatt a leírásban lesz egy szavazási link, ahol szavazhattok arra, hogy milyen videót szeretnétek a meglévő videóötleteimből. Ez egy tök jó visszajelzés lesz nekem, hogy ti mit szeretnétek. Azt össze tudom vetni azzal, hogy én mit szeretnék csinálni, és ezzel a módszerrel kikerülhet az a videó, amit én is szeretek megcsinálni, és titeket is érdekel. Most ez ilyen rendhagyó alkalom volt, hogy 2 videó 2 napon következően kijött. Innentől mindig hetente egy, pénteken este 6-kor lesz, de minden héten, és ezt megígérem nektek. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki ennyi év után kitart mellettem, és még mindig követ, és nagyon-nagyon jól esett az előző videón is az összes visszajelzés, hogy mennyire örültetek annak, hogy visszajöttem videózni. Én is nagyon örülök, hogy végre sikerült rávennem magamat arra, hogy továbbra is videózzak. És hát akkor jövő héten pénteken este 6-kor találkozunk. És ne felejtsetek el majd szavazni, ennek a videónak a leírásában is lesz egy szavazás. Sziasztok!